A gép előtt ültem, amikor csatlakoztam a Mastermind-hoz. Nem hallottam róla soha, egyik rólad se, hanem megláttam egy hirdetést. És akkor erre rákattintottam, az, hogy maxolt ki a katát. Ah, jó, akkor nekem ez így ráférne, hogy kimaxoljam a katát, mert hogy én nem is csinálok vele semmit úgy igazából, szóval, hogy nagyon nagy lehetőségeim vannak. És tetszett. És nekem, amikor ilyen jön az életemben, nincs sok olyan pillanat, de például coach is úgy lettem, meg tréner, meg team coach, hogy amikor elhatároztam, hogy jó, akkor most lépek, akkor azonnal bejött annak a fantasztikus helynek a neve, ahol én a képzésemet kaptam. És ez is ilyen volt. A következő lépés az volt, hogy szépen végigcsináltam ezt a... tetszett az, hogy küldtetek egy kérdőívet, tetszettek a kérdések, azt mondtam, hogy jó, ezt így megcsinálom. Utána jött az, hogy felhívott a Marci, hogy akkor személyes beszélgetés, és akkor... És a személyes beszélgetés előtt mondtam a férjemnek, hogy hú, ez nagyon profi, nagyon tetszik, szerintem baromi drága, de a beszélgetés az bevállalom, mert hát, hogy az biztos, hogy nekem jó lesz. És akkor jött a beszélgetés a Marcival, ami nagyon jó volt, jobb volt, mint amit vártam, és eljött a vége pillanat, amikor el kellett dönteni, hogy beleállok ebbe, és akkor én ott akkor eldöntöttem, hogy igen. Szerettem volna repülni. Igazából ezt jelentette, hogy jó, akkor ez most erővel belelépek ebbe, és egy erőforrást jelentett nekem ez a képzés. Tehát, hogy azt éreztem meg, hogy ennek van ereje, és hogy ez nekem kell. Talán azt, hogy bármit is csinálok üzletileg, amit addig nem volt jellemző, kérdezted az első kérdésed, hogy mit csináltam addig. Tehát, hogy én coach vagyok, és írok. De főállásban a mai napig egy művészeti iskolában vagyok drámapedagógus, és én ezt imádom, de különösebben üzleti dolgokkal nem kell foglalkozni ezen a területen, és ezzel jól meg is voltam, picit fájt, aztán egyre jobban fájt az, hogy nem csinálom a másik területet olyan intenzíven, és az ide meghoztam azt a döntést, hogy ez az utolsó tanévem. Körülbelül azzal egy időben találkoztam veletek, és akkor ez meg segített is benne. Tehát, hogy azt tudtam, hogy én ezt az ajtót be fogom csukni magam mögött, lesz, ami lesz, és ti azt tettétek hozzá, hogy tudom, mi lesz. Azt hiszem, hogy a legfontosabb az volt, hogy megtanultam oda pozícionálni a szolgáltatásomat, ahol annak helye van. És ezt így nagyon köszönöm is, hogy lehet, hogy ha nem vele találkozom, akkor elkezdtem volna ilyen, akkor lett volna a fejemben egy lépcső, hogy ezen így fel kell lépegetni, hogy jó, akkor most így csinálom kicsiben, aztán nagyobban. Itt meg ezt így fel tudtam odaugrani, vagy nem tudom. Tehát, hogy egyszerűen ott voltam már, hogy akkor amit csinálok, az igazából a legértékesebb azoknak az embereknek, akik már valahol vannak az életükben. És akik már valahol vannak az életükben, azok nem az alacsonyabb lépcsőfokokon vannak, úgymond önismeretben, meg egyáltalában, most úgy értem ezt, hogy alacsonyabb lépcsőfokok, hogy nem ott tartanak, hogy hú, kéne valamit csinálni, hanem hogy már dolgoztak magukon, már vannak elképzeléseik arról, hogy jöttek már akadályok az életükben, amiken szeretnének keresztül menni, és amit én ehhez hozzá tudok tenni, az, hogy tudom őket segíteni a maguk hősi útján lépegetni, vagy ugrani, vagy éppen belemenni helyzetekbe. Üzletileg szükséges volt hátrahagynom azt, hogy foglalkozzam a félelmeimmel. Hogy hagyjam azt, hogy a rossz érzéseim megakadályozzák azt, hogy menjek előre. A nagy tanulás tőletek az volt, hogy kényelembe legyek a kényelmetlenséggel. Az, hogy sokkal fiatalabbak a mentorok, az nekem nem volt szempont. Hát, hogy azt gondoltam, hogy jó, ennyi idős az, akiben az a tudás ott van. Én meg tudom, hogy én meg annyi idős vagyok, amennyi, és bennem meg másféle tudás van, amire egyébként meg annak, akitől most tanulok, is szüksége van. Tehát, hogy én ezt egy ilyen totálisan kölcsönös dolognak tartom. De egyébként a saját gyerekeim 21, 19 és 17 évesen, meg drámapedagógus vagyok, mindenféle korosztályú fiatal gyerekkel foglalkozom.
Hát, hogy ez nekem nem probléma, hogy ki hány éves. Igazából az, azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem számít, hogy ki hány éves. Az a lényeg, hogy hol van az életében, mennyi rugalmasság van benne, mennyi életerő van benne. És lehet 20 éves egy totál fásult valaki, és lehet 70 éves egy fiatal lélek. Úgyhogy én itt a lelkeket találtam meg, akinél... Tehát, szóval bennem ez sosem merült fel, és ez nem probléma számomra. A legnagyobb váratlan ajándék számomra ebben a programban az volt, hogy én teljesen másnak gondoltam az én célcsoportomat, akik az ideális ügyfeleim. Azt gondoltam, hogy miután a mesém nőknek szólnak, meg lányoknak, azokat azért kezdtem írni, hogy a saját lányomnak továbbadjam a nő történetét, vagy az enyémet nyilván, vagy a miénket. Én úgy gondoltam, hogy nőkkel fogok majd dolgozni a mesehős útján, vagy bármi, és akkor menet közben ez nekem egy irdatlan nagy felismerés volt, hogy egyáltalán nem lehetnek nők, de hogy főleg férfiak a célcsoportom. És ez nekem, amikor ezt felismertem, ez egy óriási aha élmény volt, hogy de tényleg, hát hogy én mindig nagyon jól tudtam együtt dolgozni a férfiakkal, két fiam van. Mert ez egy óriási felismerés volt. És most ennek örülök, mert hogy ahogy épül bennem tovább ez az egész történet, úgy egyébként meg az első ügyfelem egy férfi, aztán így elcsodálkoztam, de akkor még nem esett le a tantusz, szóval egy kicsit később. És most azt érzem, hogy ha már ilyen generációkról van szó, akkor azt érzem, hogy nagyon tudok olyat mondani, nem is olyat mondani, tudok olyan helyzetet mutatni nektek, akik generációkkal alattam vannak, amit lehet, hogy nem tud más, pont azért, mert hogy már előrébb vagyok az utamon, meg pont azért, mert már neveltem fel embereket. A kurzus specifikusan azoknak ajánlanám, akik úgy igazán szeretnének fejlődni, akik szeretnének beleállni az életükbe, és akiknek fontosak azok a dolgok, amik az élettől valók. Legyenek tele jó szándékkal.